Önök a Líceum televízió adását látják. Kellemes napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket. Ez itt az Eszterházi Körkép. Ez alkalommal is igyekeztünk csokorba szedni mindazt, ami az egyetem házatáján történt az elmúlt egy hét alatt. Rögvest jön egy kis ízelítő a témákból. Európa Kulturális Fővárosa 2023 a pályázat arculatáról az alkotókkal beszélgetünk. Madarak és fák napja megnyílt az Erdőtelki Arborétum a látogatók előtt. Mobil digitális iskolafejlesztő program kikötött a Mobidik Egerben is. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak! A bejelentésről beszámoltunk múlt heti adásunkban is. Eger indul az Európa Kulturális Fővárosa 2023 címért. Az arculatot az Eszterházy Károly Egyetem oktatói és hallgatói álmodták meg. Már is mutatjuk a végeredményt. Most az alkotási folyamatról, az ötletekről beszélgetünk itt a stúdióban Zéman Zoltán művésztanárral és Appel Sebastiannal, aki a média és dizájn tanszék hallgatója. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Nem nagyon szokás ezt kérdezni, de szerintem itt releváns a kérdés, hogy honnan jött az ötlet, hiszen az arculatról van szó. Hát az ötlet az onnan jött, hogy elgondolkoztunk azon, hogy mi az a szimbólum, hogy mi az a gondolat, ami Eger városhoz a legközelebb áll, valamint valamilyen módon kapcsolódik az Európai Unióhoz is. Innen jött az ötlet, hogy valahogyan a fényjelenséget próbáljuk meg grafikailag megvalósítani, valamint ezt csillagformában, csillagmotívumként megjeleníteni. A fényjelenség, mint fogalom, erősen kapcsolódik Egerhez és az Európai Unióhoz, mivel ugye akár ha Eger szempontjából nézzük, a vallási szimbólumokban ugye a fény az nagyon fontos szerepet játszik, ugye az égről jövő dicsfény, illetve maga az egri csillag, illetve ugye az egri csillagok, mint csillag, illetve a kortárs művészetekben is felelhető, konkrétan ugye az egri kötődésű Kepes György művészetében is fontos szerepet játszik a fényjelenség. Igen, és hát el is hangzott, hogy Kepes, illetve Illés György hagyatékára meglehetősen épít a pályázat. Hallgatói részről mesélj egy kicsit, légy szíves, hogy mennyire volt szerves részed ebben a munkában. Eleinte egy csapatba kezdtünk el dolgozni. Három különböző irányt képviseltünk, az enyém volt a legabstraktabb, és végül úgy tűnik ez nyerte el a tetszést a legjobban. Az alap munkát heteken keresztül közös munkával vittük tovább, folyamatosan konzultáltunk. Nagyon hosszú folyamat során jutottunk el a csillagmotívumhoz. Volt a rácsrendszernek az alapja Eger is, egyéb fontos épületek is, de végül erre a szimbólumra jutottunk, hogy ez lenne a legdinamikusabb, sokszínűbb és ami a legjobban tükrözi Egert és az Európai Unióhoz való kapcsolódását. Ugye láthattuk az animációt, a kis filmet is. Ezt el lehet különíteni, hogy melyik részét köszönhetik neked az egriek ennek a jelenségnek, ennek az animációnak? Igen, magában a csillagmotívumot, az az én művem. A kis filmet az Eger TV készítette, és hát teljesen tükrözi, amit mi is szeretnénk volna elérni vele.
Milyen volt a közös munka? Most lehet, hogy inkább tanár úrtól kérdezem. Mennyire volt könnyű, vagy esetleg kevésbé könnyű összefogni a hallgatókat, és mondjuk egy irányba terelni, hiszen ez egy igazán nagy közös ügy volt. Igen, hát nem volt könnyű. Részemről könnyű volt, mert azért már megszoktam ezt a fajta munkatempót, illetve ezt a munkamorát. Viszont úgy gondolom, hogy a hallgatóknak ez egy nagyon nagy tapasztalat volt. Tehát rengeteget tanultak arról, hogy milyen az, amikor egyik pillanatról a másik pillanatra meg kell változtatni valamit, és ki kell találni egy új dolgot. Úgyhogy remélem, hogy ebből nagyon, nagyon sokat tudtak tanulni. Azért ez hosszú távon is egy hatalmas falat, egy óriási feladat volt valóban. Kik voltak azok, akikkel mondjuk közösen kellett, lehetett ötletelni, egyeztetni az alkotói folyamat során? Az alkotói folyamat során, hát ugye a hallgatókon kívül Rudics Mónika, Szemmelroth Balázs és Apel Sebastianon kívül, ugye az oktatókkal is konzultáltunk, illetve a többi oktatókkal is egyeztettünk az arculattal kapcsolatban. Ők Csontó Lajos és Szigeti Gábor Csongor. Vannak-e hasonlóan nagy kihívások mondjuk a szakon, illetve hasonlóan nagy feladatok, vagy ez most tényleg egy ilyen kiemelkedő volt? Vannak, főleg akkor, hogyha hallgatók például a valódi életben, tehát a valós megrendelésre terveznek. Mi próbáljuk az iskolai, vagyis az órai feladatokkal is valahogy megközelíteni ezt a munkamorát, hogy olyan jellegű projekteket tervezünk, amelyek a valódi megrendelői szférának is megfelelőek lehetnek. Sok kritérium volt egyébként, aminek meg kellett felelni, vagy ez egy abszolút saját munka volt, és saját ötletekből táplálkozott ez a folyamat? Nem is tudom, kitől kérdeztem. Hát azt hiszem, igen, volt sok megkötésünk benne. A csillagmotívum az már az elejét kezdve felmerült, hogy az lehetne egy dolog. Ugyan nem ezzel indultunk, de úgy tűnik ez vált be a legjobban. Fontos volt az Európai Unióhoz való kapcsolódása, a kék és a sárga szín is mutatja, és a tudományi művészet és a kultúra kapcsolata, ez megjelenik a szlogenben is, hogy kapcsolja kultúrára. Én mindig csak csodálattal tudom figyelni az ilyen csodás munkákat, meg a gyümölcsét ennek a hosszú folyamatnak. Hogyan készül egy hallgató egy ilyen feladatra? Jártad Egert? Szétnéztél? Azért ötletet merítettél ilyen módon? Igen, sokszor sétáltam Egerbe, néztem az épületeket, az utcákat, az első inspirációk teljesen ebből jöttek, Egernek a formája, fölülről a formája a térképen, aztán utána kerestem jelentős motívumokat, amik több helyen is megtalálhatóak, és érdekes volt, hogy a modern és a régebbi építmények egymás mellett, ahogy megférnek. Tehát mi most látjuk ezt a csillagot a motívumban, de egy hatalmas munka van mögötte, azt talán nem mindenki látja. Igen, egy elég hosszú munkafolyamat része. Az első változat az teljesen az ellenkezője, mármint irányban, mint ez a csillag. Most ez elkészült, ez az arculat, és remekül sikerült. Van-e arra vonatkozóan már terv, vagy akár felkérés, hogy a jövőben hogyan tudnának az önkormányzattal esetleg együttműködni az egyetem hallgatói, oktatói? Igen, vannak ötleteink és vannak terveink. Elsősorban ugye ezt még említeném, hogy dinamikus arculatot készítettünk, tehát ez egy fő szempont volt. Ugye ez abban valósul meg, hogy nem csak önmagában a csillag fog megjelenni, nem csak a csillag motívum fog megjelenni ebben a rácsrendszerben, hanem különböző jelentős egri helyszínek, épületek, jelenségek, akár feliratok is meg tudnak jelenni ugyanebben a struktúrában, és ezek tudnak változni, tudnak alkalmazkodni az adott felülethez képest. Nélkül, hogy bármit spoilereznénk, lehet egy néhányat említeni ezek közül a motívumok közül? Igen, például el is készült már néhány változat erre a példára. Például megjelent a csillagban már a bazilika, a líceum, a minaret épülete, a minorita templom, és a vár is már elkészült. És akkor térjünk vissza a jövőbeni lépésekre, tervekre, vannak-e már konkrétumok?
Ezen kívül még tovább szeretnénk fejleszteni ezeket az ikonokat, ezeket az épületeket, illetve valamilyen módon mozgásban szeretnénk, tehát kültéri felületen mozgásban szeretnék ezeket megjeleníteni. Például akár ilyen LED falakon való megjelenítés, ami ugye lehetővé teszi azt, hogy ezek a pontok valójában ugye a LED-ek alapján ugye megjelennek, és képesek ezek az ikonok, vagy ezek a motívumok a folyamatos mozgásra, és folyamatosan képesek átalakulni, akár egy kültéri felületen is, mint reklámhordozó. Egyébként a tanszéken rendelkezésre áll, vagy állt ebben a folyamatban minden eszköz, ami szükségeltetett ahhoz, hogy elkészüljön a mű? Abszolút. Hát igazából a hallgatóknak, illetve hát ugye jó magamnak is megvan a saját eszköze, amin dolgozunk, úgyhogy abszolút minden lehetőség adott volt, és minden eszköz megvolt számunkra. Európa Kulturális Fővárosa 2023 pályázaton túl milyen terveid vannak még? A jövőben bármit el tudok képzelni. Ezután ez volt igazából az első ilyen nagyszabású projektem, nagyszabású, mint bármelyik, és komplikáltabb is, úgyhogy igazából bármilyen irányból fogadok hasonló felkéréseket. De ha rád lenne bízva, akkor mi az, amit nagyon szívesen elkészítenél, megformálnál, megmozdítanál? Hát egyéb kulturális dolgoknak a megjelenését szívesen, vagy akár modernebb dolgoknak is, azt hiszem. Tanár úr, a tanszéken van-e most valami kilátásban, ami mondjuk egy hasonlóan nagy falat, akár a hallgatóknak, akár oktatói szemmel? Egyelőre most egy picit megpihentünk ezzel a projekttel, úgyhogy egyelőre most külsős megkeresés által nem jött létre most újabb megrendelés. Most a diploma kiállításra és a diploma prezentációkra összpontosítunk, valamint a diploma védésekre. Sok sikert kívánok, és hát az arculathoz hasonlóan dinamikus napokat a folytatásra. Köszönjük szépen, hogy beszélhettünk erről. És megyünk tovább. Madarak, fák, cserjék, erdőtelken családbarát napot tartottak az Arborétumban. A Madarak és Fák napja alkalmából különleges programokat kínált az erdőtelki komplexum. Az egyetem oktatóinak előadásai mellett a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület madárgyűrűzése, gyógy- és fűszernövény bemutató és teakóstoló is várta a természetbarátokat. Sose bánjad a csizmáma, feleli a gólya. Az erdőtelki óvisók műsorával kezdődtek el a Madarak és Fák napjának programjai az erdőtelki arborétumban. A látogatókat dr. Bújdosó Zoltán kampuszokért felelős rektor helyettes köszöntötte, aki maga is családjával vett részt a rendezvényen. Elmondta, az egyetemi válás nagyon sokat változtatott az arborétum életében, hiszen az agrárképzés mellett a pedagógus képzésben is nőtt a szerepe, de fontos változás az is, hogy egyre több programmal szeretnének nyitni a látogatók felé. Ilyen például a Madarak és Fák napja, amelyre bemutatókkal, előadásokkal készültek az egyetem oktatói. Az arborétum egészen a mai napig az agrárképzésben gyakorlati helyként szerepel, illetve szerepelt a hallgatók számára. Főként kertészmérnök, környezetgazdálkodási agrármérnök hallgatók voltak azok, akik szakmai gyakorlatukat itt töltötték, illetve a mindennapi munkába kapcsolódtak be. És emellett természetesen a kampusz dolgozói, illetve most már az egyetem dolgozói számára is nyitott a arborétum, tehát ez azt jelenti, hogy bármikor be lehet jönni, szét lehet nézni. Hát különösen ugye akkor érdekes ez, amikor nyílnak a virágok, most például egy ilyen periódus van, ilyenkor különösen érdemes és különösen szép látvány az arborétum. Mi mindent változtatott az egyetemi válás? Alapvetően szerintem a szemléletbe hozott újat, aminek én azt gondolom, hogy nagyon örülünk, hiszen nem csak az agrárképzésben, hanem a pedagógiai képzésben is most már igyekszünk a arborétum szerepét növelni. Ugye itt elsősorban a biológia, földrajz, környezettudomány területén a gyerekeknek, vagy egyáltalán a diákoknak a képzésébe be lehet építeni az arborétum látogatását, illetve az itteni tanulmányokat. Másrészt pedig nagyon sok kollega saját kutatást kezdett itt, illetve folytat itt a arborétumban.
fákra, madarakra, növényekre, virágokra vonatkozóan, állatokra vonatkozóan, ami azt gondolom, hogy az egyetemnek a tudományos erősítéséhez is hozzájárul. Várható a közeljövőben valamilyen fejlesztés? Vannak tervben fejlesztések, nyilván ez sok mindenen múlik. Itt alapvetően a folyamatos karbantartás az egy nagyon komoly feladat, és energiát és pénzt emészt. Ugyanakkor itt van mellettünk egy szép kastély, ennek a tulajdonjoga az önkormányzat, az erdőtelki önkormányzathoz kapcsolódik, ami azt jelenti, hogy itt azért, hogyha valamilyen közös fejlesztést akarunk csinálni, az egy nagyon komoly előkészítő munkát igényel. Szerencsére azonban nagyon jó kapcsolat alakult ki velük, illetve folyamatosan jó volt, és a mai napig is jó kapcsolat van, úgyhogy én úgy gondolom, hogy van esély arra, hogy egy közös fejlesztést csináljunk a jövőben. És hogy miről lehetett érdekességeket hallani? Például a vízimadarakról, a baglyokról, a postagalambokról, de természetesen a madarak mellett fókuszba kerültek a fák is. Dr. Olá András Béla, a Gyöngyösi Campus oktatója a madárbarát fákról és cserjékről tartott előadást. Mitől madárbarát egy fa vagy egy cserje? Hát egy fa vagy egy cserje az több okból lehet madárbarát, ugye van valami olyasmi előnye, ami a madaraknak kedvező. Ez a legegyszerűbb példa, hogy élelmet találnak rajta. Aztán ez már eleve lehet több minden, mert ugye tudjuk, hogy gyümölcsét megeszik a fának, az úgy egyértelmű, ugyanez cserjénél is, de olyan egészen váratlan dolgokra is kellett gondolni, hogy mondjuk egy hernyó nagyon szeret egy fát, és az a madár meg nagyon szereti azt a hernyót, tehát egy ilyen áttételes kapcsolat is lehet. És akkor még a másik fő lehetőség az a fészkelőhely biztosítása, ami szintén történhet az ágakon, odukban, és elég sokrétű módon. Hát alapvetően egy nagyon-nagyon tág szimbiózisról van szó. Sokan azt hiszik, hogy attól madárbarát a kertem, hogyha kiteszem a madáretetőt vagy a fürdetőt, de gondolom sokkal többről van szó. Egy kert mitől lehet igazán madárbarát? Hát itt egy lassan elcsépelt szót kell mondanom, ami ráadásul eléggé latin, a biodiverzitás. Minél változatosabb a kertünk, annál inkább madárbarát, még ha nem is teszünk ki madáretetőt. Az ellenkező példa, amikor van egy kert, kizárólag tujasorokból és gondosan hetente lenyírt gyepből áll, és ki van téve egy madáretető a házfalára, az nem madárbarát. És hát meg lehet nézni mondjuk egy ilyen arborétum esetében, ha kiteszik az etetőket, itt néhány héten belül madárdömping lesz. Hogyha egy ilyen említett kertben pedig kitesznek néhány madáretetőt, akkor az pangani fog. Úgyhogy nem... Itt is az a szabály, hogy ugye nagy egészet kell nézni, és azon belül vannak a madarak. Az úgy nem működik, hogy ez már bebizonyosodott az elmúlt évtizedekben, hogy az úgy nem működik, hogy akkor most madarakkal vagyok barátságos, és akkor biztosítom nekik a futószalagon készült madárbarát terméket, hanem az élőhelyet kell nézni. Az egyetem mellett a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület is érdekes programmal fogadta a látogatókat, a madárgyűrűzés rejtelmeibe lehetett bepillantani. Mi a legfőbb célja a madárgyűrűzésnek? Hát a madárgyűrűzésnek a célja az változik. Legelőször ugye az volt a cél, hogy megtudjuk, hogy hol telelnek a madaraink. Az a sok madár, ami nyáron ugye itt van nálunk, amiket ismerünk, látjuk, hogy télen nincs itt, tehát eltűnnek. Végén nem tudták, hogy hova mennek. Tehát egyszerűen a telelő területeknek a felkutatása volt a fő cél a gyűrűzéssel. Ma is végül is ez a fő cél, de most vonulási útvonalakat is ugye vizsgálnak, de a madaraknak a kovára, a egyéb biometriai adatoknak a felvételével más adatokat, más szempontokat is lehet vizsgálni. Milyen madarakat gyűrűznek főképp? Hát mi itt most énekes madarakat gyűrűzünk, persze bejön egy-két egyéb is, mint például az előbb halkály, ugye egy nagy fakopáncs, az nem énekes madár, de mi itt az úgynevezett függönyhálókkal énekes madarakat fogunk. Van sok más fogási módszer is, ami más madárcsoportok fogására alkalmas, de azok sokkal bonyolultabbak is, azt mi így nem tudjuk bemutatni a közönségnek. Körülbelül hány madarat gyűrűznek évente, azt meg lehet mondani?
Igen, hogy nem, Magyarországon mintegy 220 madárgyűjtő van, egyéni madárgyűjtő, és ezen kívül vannak állandó táborok is, amik egész évben működnek, így összességében egy 220 ezer madarat gyűjtnek évente. Ez rendkívül nagy szám, ennek az egésznek a megszervezése is nagy munka, utána az adataiknak a távolása egyéb, úgyhogy most már a Budapesten a madárgyűjtési központban 5-5,5 millió adat. Távolnak. Ki lehet egyébként madárgyűrűző ma Magyarországon? Lehet akárki, lényegében csak erre madárgyűrűzői vizsgát kell tenni. Többnyire persze madártani egyesületi tagok, de még ez sem kikötés, tehát még ennek sem kell lennie, de madárgyűrűző vizsgát kell letenni, ami elég komoly, tehát elég magas szinten kell ismerni a madarakat ahhoz, hogy ezt letegyék. Pont ezért, mivel növekedtek az igények, mármint az elvárások a gyűjtőkkel szemben. Most már nem csak egyféle úgynevezett általános madárgyűjtési vizsga van, hanem szinte minden madárcsoporttal külön vizsgát lehet tenni, és akkor az illető azt a madárcsoportot fogja gyűjtni csak. A madarakat úgynevezett, az énekes madarakat úgynevezett függönyhálókkal fogjuk meg. Ezek azért függőlegesen vannak kifeszítve, nagyon vékony anyagból készítették, úgyhogy alig lehet látni, a madár rendszerint így nem is vesz észre a repülés közben, és belerepül, és ezen úgynevezett zsebek vannak, tudnék, ennek vannak vezető szálai, és a háló maga az nagyobb méretű, és így vissza is kanyarodik, és amikor belerepül a madár, akkor kicsit lezúlva, beleesik ebbe a zsákba, úgy hívják, hogy zsák, és már nem tud visszarepülni. És akkor onnan szedjük mi ki, akkor egy ilyen vászonságba kerül, ami levegőzik, tehát abban rendesen tud lélegezni a gyűjtés idejéig. Ezt persze általában fél-egy órán belül mindenképp elvégezzük, és utána elengedjük a madarat. Zöllei Tamás, az Arborétum vezetője elárulta, ennek és a többi tervezett programnak is a legfőbb célja az, hogy felhívják a gyerekek, a fiatalok figyelmét a természet szeretetére, a természettel való tudatos együttélésre. Mai a második alkalom ebben az évben, hogy programokat szervezünk a Madarak és Fák napja alkalmából, ettől az évtől kezdve kezdtük el a programokat szervezni, jeles napokhoz kötve, mint Vízvilágnapja, Madarak és Fák napja, Arborétumok napja, és sorolhatnám még a többi programokat. Nyilván ami a természethez, a madarakhoz és a fákhoz kötődik, azokat próbáljuk, azokat a programokat behozni az Arborétumba, hirdetve ezzel a gyerekek felé a természet szeretetét, a természet tudatos életmódot folytassanak, és bízunk benne, hogy már ez a generáció így nől föl, hogy tudatosan képviseli majd a természetet. A közelmúltban volt-e, és a közeljövőben várható-e fejlesztés az Arborétumban? Az elmúlt években igazán komoly fejlesztésünk nem volt. Egyelőre az Arborétum rendbetételével, felmérésével foglalkoztunk, az idei évtől pedig próbálunk minden olyan projektben részt venni, ami az Arborétum hasznára válik. Gondolok arra, hogy az eredeti élővilágot, a növényeket visszaállítjuk, ami már eddig sajnos a természeti károk miatt is elpusztult. Ezeket szeretnénk visszaállítani, illetve szeretnénk olyan projekteket megvalósítani, amelyben hangsúlyt kap a természet szeretet, a nevelő munka, és akár ilyen madaras megfigyelő állomásokkal, akár tanösvényekkel, de szeretnénk bővíteni az arborétumot. A programon gyógy és fűszernövény bemutató teakóstoló várta még az érdeklődőket, de feladatot is kaptak a látogatók. Egy térképpel ellátott kis ismertetővel járták végig a területet, és a benne lévő kérdésekre válaszokva kiderült, mennyire figyeltek alaposan a séta közben. Mi Gyöngyös mellől jöttünk, és a kislányom második osztályos és általános iskolás, és nagyon érdekli a környezet, és szerettem volna kézzel foghatóan megmutatni a növényeket, állatokat számára. Említette, hogy először járnak itt. Mi az, ami a leginkább tetszett eddig? Hát láttunk madárgyűrűzés, az nagyon tetszett, illetve itt nagyon tetszenek a növények, fák, hogy külön meg tudjuk nézni mindegyiket, minden jellemzőjét. Ez egy feladatlap, amit itt kaptunk, itt be vannak egy kis térkép segítségével, körbe tudjuk járni az arborétumot, és
minden fát, vagy a bejelölt fákat, fákról rövid leírást tudunk olvasni, és van egy-egy feladat. A végén egy kis meglepetést ígértek, hogyha leadjuk a megfejtést. Jó hír, hogy az arborétumi programok tovább folytatódnak. Mindenkit szeretettel várnak május 27-én szombaton az Arborétumok napjára. Gyöngyösi hallgató nyerte el a Jövő borásza címet, ezzel megyünk tovább. Eredetvédelem és bormarketing volt az idei pályázat témája. A Vinum Priminum Alapítvány által két borászok borásza ösztöndíjat tudhatja magáinak Tóth Sándor, az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert kampuszának hallgatója. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást. Az első kérdésem mégiscsak az lenne, hogy mi a kedvenc borod? Ez egy nagyon nehéz kérdés, egyébként sokan fel szokták tenni. Én alapvetően nem egy fajta bort, vagy nem egyfajta borstílust kedvelek, hanem mindig az adott hangulathoz választok. Hogyha megnézzük, 22 borvidékünk van, és mindegyik borvidékünknek van egy kis egyedisége, van egy kis különlegessége, és én, tehát mondjuk a hangulatot a borvidékhez, vagy a társaságot akár a borvidéken belül egy-egy régióhoz kötöm, és úgy vásárolok, és úgy választok bort. Úgyhogy kifejezetten nincsen, és ugye ez mindig változik. Akkor ne kérdezzem, hogy vörös, fehér, esetleg rozé? Nem, mert ez is mindig. Tehát mindig, ha hűvösebb van, akkor jobban esik a vörös bor, hogyha jó idő van, akkor fehér pedig is rozébor, úgyhogy... Jön a jó idő, úgyhogy gondolom egy kis rozéfröccsös időszak. Most jön ez az időszak, igen. A következő kérdésem, hogy igazából most tudom, hogy vizsgáról siettél ide hozzánk, és köszönjük is, hogy ide értél, de volt-e időd gondolkodni azon, hogy milyen nagy munka volt a felkészülés erre a pályázatra? Tehát nyilván nem olyan régen történt ez még, úgyhogy biztos visszaemlékszel erre az időszakra. Hát alapvetően tavaly majdnem egy éve júniusban került kiírásra ez a pályázat. Jó sokat kellett várni egyébként az eredményre, úgyhogy ez elég idegölő volt. És nyár volt, gyakorlatilag egy 3 hónap volt rá, hogy a munkát összetegyem. Abból a szempontból jó volt, hogy nyilván több időm volt, nyilván egyébként meg szívesebben mentem volna strandra, vagy bárhova a többiekkel, ahelyett, hogy ugye dolgozatot írjak, viszont így utólag azt gondolom, hogy mindenképpen megérte a belefektetett munka. Egy kérdőíves kutatáson alapult maga az egész munka, és erre volt felfűzve az eredetvédelem, illetve az összes következtetésem. A Jövő borásza lettél igazából, de ez lehet, hogy sok nézőnknek nem mond még túl sokat. Mit is jelent ez, milyen kötelezettségekkel jár? Alapvetően a Borászok Borásza ösztöndíj program keretében kaptam meg ezt a megtisztelő címet, amit egy évig tudok viselni. Nyilván ott a gratuláló borászok nagy része elmondta, hogy ez egy nagyon, nagyon szép cím, de ennek meg is kell felelni. Tehát az, hogy én szakmailag hogyan állok ezután, vagy az elkövetkezőkben az egyáltalán a borász szakmához, vagy hogyan folytatom a tanulmányaimat, ez ugye nagyban befolyásolja azt, hogy ezt a címet. Ez a cím is ugye már mögöttem van, emellett ugye 1 millió forintos ösztöndíj támogatást kaptam, amit külföldi szakmai útra lehet fordítani, illetve bármelyik borászok borászához, illetve jelöltjeihez elmehetek egy szüreti gyakorlatra. Tehát ez a hármas volt gyakorlatilag a díj, illetve az ünnepélyes díjátadó, amire bár megkaptam a meghívót, sejtésem sem volt, hogy esetleg én lehetek majd a győztes. Igazi meglepetés volt. Abszolút. Eredetvédelem, bormarketing, hogyan kezdted a kutatást, a felkészülést? Nekem mindig egy szívemügye volt ez a téma, mióta jobban elkezdtem foglalkozni itt a külföldi borokkal, illetve a külföldi eredetvédelmi rendszerekkel, és úgy próbáltam összerakni a kérdőívet, hogy több ismerősömmel csináltam próbainterjút, és nagyjából láttam, hogy mik azok a fókuszterületek, illetve hiányterületek, amin érdemes lenne többet gondolkodni. Hogy egyáltalán az átlagfogyasztó, illetve az átlagvásárló tudja, hogy amikor egy bort vásárol, az milyen eredetvédelmi kategóriába tartozik. És egyébként az jött ki, hogy 69%-ban a válaszadók, illetve a borvásárlók, borfogyasztók nem tudják, hogy különböző szavak, ami a címkén van, az pontosan mit is jelent. Kikből állt a merítés, tehát kiket szólítottál meg? Egy Google űrlapok segítségével, illetve a Google kérdőív segítségével történt a megkeresés. Igyekeztem kifejezetten boros közegű csoportokba megosztani az interneten, de nagyon sok helyre elküldtem, e-mailbe elküldtem borászoknak, pont azért, hogy reprezentatívabb legyen az eredmény, tehát ne csak az legyen, csak borászok, vagy csak olyanok, akik borkedvelők, hanem akik esetleg ritkábban vásárolnak bort, azok is el tudják mondani a véleményüket a témával kapcsolatban. Igazából most, hogy ezt a megtisztelő címet sikerült elnyerni, milyen célokat tűztél ki magad elé? Mindenképpen szeretném befejezni az intézményben a tanulmányaimat, ami 2017. decemberében lesz. Ezután pedig egy kicsit ezt a címet így felhasználva szeretném ösztönözni a fiatalokat, hogy válasszák akár ezt a szakmát, akár az Eszterházy Károly Egyetemet,
hogy lássák, hogy mennyi lehetőségük van. Tehát ez az ösztöndi jövőre is fog indulni, jövőre is lesz lehetősége indulni ugyanannak a három egyetemnek a hallgatóinak, mint most. Tehát, hogy érdemes ezzel foglalkozni, hiszen én vagyok az élő példa, hogy nagyon jó lehetőségek vannak benne. Még akár annak is, aki nem nagy családi borászatból, mert jelenleg én nem nagy családi borászat mögül érkeztem, annak is van lehetősége, hogy önmegvalósítson esetleg azokat a célokat, amiket kitűzött, el tudja érni. Te milyen régóta szeretnél borászként dolgozni, borász lenni? Az érdekes, én olyan gimnáziumba jártam, amitől gyakorlatilag gyalog is egy 3-4 kilométerre van egy pincefalu, ami egyébként Európa második legnagyobb pincefaluja, ez Monoron van, és az én osztálytársaimnak szinte mindegyiknek volt egy-egy pincéje, és mi iskola után délutánonként nem eljártunk ide-oda beülni egy kávézóba vagy egy sörözőbe, hanem felmentünk a pince sorra, és ott a pincéket megnéztük, meg esetleg ott sütögettünk, és ott éreztük jól magunkat, és már akkor nagyon megtetszett. És akkor egyre-egyre többet mentünk föl, és akkor még csak az a része érdekelt, hogy majd én egyszer bort fogok kínálni a vendégeknek, mint alkalmazott, vagy mint egy szomelier. És utána jött ez a lehetőség, hogy hát van egyébként ennek komolyabb fokozata is, és akkor úgy gondoltam, hogy érdemes, és megugrom. Említetted az intézményt, illetve a képzési kínálatot. Mennyire támogattak az oktatóid ebben a pályázatban például? Kellett egyébként egy tanszéki, illetve egy intézményi ajánlás. Ebben egyébként teljesen támogató volt az intézmény. Már kaptam szüreti igazolásról aláírást, és egyébként a tanáraim is, két tanárom volt, dr. Zsófi Zsolt és Csernák József, akik segítettek, hogy szakmailag teljesen pontos legyen, és a pontatlanságokat kijavítsuk a dolgozatban, úgyhogy nagyon-nagyon támogató volt. A forrás felhasználás tekintetében is rengeteg anyagot tudtam kikérni, rengeteget találtam a könyvtárban is, tehát hogy nagyon-nagyon sok lehetőségem volt ahhoz, hogy a munka az olyan minőségű legyen, hogy ezt be lehessen adni. Mit tartasz a képzés erősségének, akár ott Gyöngyösön? Mindenképpen az, hogy a közelünkben van, tehát rengeteg szőlőterület van, ha bármelyik kampusz megnézzük, mindegyik kampusz közelében. Szerintem ez nagyon nagy előny, hiszen ha a gyakorlatról beszélünk, akkor nem órákat kell utazni, hanem akár egy negyed órán belül már innen, ha az Esterházy teret nézzük, a kutatóintézetben ott tud lenni a hallgató, és akár aktuálisan is, ha a tanár úgy dönt délelőtt, hogy délután menjünk ki, és nézzük meg a szőlőben, amit most délelőtt megtanultunk, erre lehetőség nyílik, és ez egy óriási nagy ugrás. Tehát az, hogy amit már délelőtt esetleg a hallgató megtanul, délután már tudja is látni a gyakorlatban, sokkal jobban rögzül, és sokkal könnyebben tudja elsajátítani akár a szakmát, akár bármilyen apró kis fogást vagy lépést. Mennyire népszerű a szak? Hány hallgató? Hát nem pontosan szám szerint, de mennyire nagy az érdeklődés a szak iránt? Sajnos én úgy láttam, hogy az elmúlt pár évben volt egy fajta fellendülés, viszont mostanában talán nem akkora az érdeklődés, mint amekkora lehetne, pedig egyébként alapvetően hiány szakma. Tehát most van az egész ágazat felfutóban, most van egyre nagyobb kereslet fiatalabb borászokra, fiatalabb szőlészekre, akik váltják a régebbi generációt, akik már elfáradtak, esetleg nincs már akkora energiájuk ezt művelni, úgyhogy én nagyon remélem, hogy a jövőben ezek a számok fognak növekedni. Egyébként Egerben fog indulni duális képzéses formában szőlészborász képzés, ami egyébként egyedülálló módon talán itt indul először az országban. És talán azzal sem árulok el titkot, hogy te magad is sokat teszel azért, hogy egyre többen megkedveljék a borokat, illetve akár erre a képzésre is jelentkezzenek, hiszen a Károly Róbert Borklubot, egyetemi borklubot te vezeted ott Gyöngyösen. Az egyetemit nem, a Károly Róbert Borklubot, azt igen, most már 3 éve. Itt alapvetően az volt a cél az induláskor, hogy egy olyan lelkes borfogyasztó, illetve borkedvelő társaságot szedjünk össze, akit azon túl, hogy megkóstolja bort, az is érdekli esetleg, hogy az adott termelő hogy készítette a bort, melyik termőhelyről származik, vagy érdekelte a borásznak a filozófiája, és ez így tevődött össze, és nagyon jó volt látni, hogy akár informatikus, vagy menedzser szakos, kommunikáció, bármilyen más szakról jövő hallgatók is csatlakoztak hozzánk, és akkor nem csak az volt, hogy egy agrárvonalat képviselnek, hanem ők, mint lelkes leendő borkedvelők, borfogyasztók csatlakoztak hozzánk, és akkor egy olyan fórumot tudtunk nyújtani egyébként 2 heti rendszerességgel, ahol akár az agrár és a gazdasági szakosok is ugyanúgy tudtak egy közös dologról beszélni, ami egyébként a bor volt természetesen. És akár ez a borklub is elegendő ahhoz, hogy az ember azért 2 hétről 2 hétre, ahogy te is említed, közelebb kerüljön a borok titkaihoz? Én úgy gondolom, hogy abszolút, és az nagyon, nagyon jó volt látni, hogy eleinte azért egyre, tehát kevesen voltunk, kevesen indultunk, és a végén már a helyhiány miatt vissza kellett mondani jelentkezéseket, ilyen 22-25 fővel működött, 25 volt a teteje, tehát általában annyian mindig voltunk, és már közösen is ötleteltek azon, hogy ki lehet esetleg a következő vendég. Tehát nem mindig csak én találtam ki, hanem a csoportnak volt igénye arra, hogy Egerből hívjunk borászt, esetleg Tokajból hívjunk, vagy helyből hívjunk valakit.
Tehát, hogy ez idő után már ilyen önszerveződő módon is tudott működni, ami szerintem a lényeg ennek az egésznek. Hogyha jól tudom, akkor te a jövő borásza lehetőséget kaptál a pályázat kapcsán is arra, hogy egy borászok borászával eltöltse egy szüretet, jól mondom? Igen. Erre vajon mikor lesz alkalom, és van-e már választott, vagy ez mi módon derül? Augusztus végén, illetve szeptember elején. Jelenleg nagyon sok mindenen gondolkozom, úgyhogy még pontosan nem tudom, hogy hogyan fog folytatódni a szeptemberi szüretem. Akkor egy kicsit inkább kitekintve a pályázaton túl, vannak-e olyan kapcsolatok és olyan lehetőségek, hogy akár környékbeli borászokkal jobban megismerkedni, megismerni az ő munkájukat, illetve mennyire kíváncsiak a már professzionálisan borászatot művelő szakemberek, akár a hallgatókra? Mi a tapasztalatod? Alapvetően, ami nagyon jó szerintem, hogy a borász szakmának van egy olyan lelkes segítésre való hajlama, vagy egy olyan szakmai elhívása, hogy nagyon sok helyen, ahol mi is voltunk, akár ilyen látogatások során, teljesen ingyenesen biztosították szakmai támogatás címszó alatt azt, hogy mi akár bort kóstoljunk, elmenjünk, rengeteg helyen kaptunk egy csomóféle ételt, mind teljesen ingyenes, és a borász ráadozta az idejét, hogy akármit a pincében megmutasson, ezáltal is segítsen nekünk, hogy szakmailag előrébb tudjunk lépni. Ez azért nagy dolog, mert az átlag vendéget nem biztos, hogy a pincébe leviszik. Nem biztos, hogy megmutatnak neki olyan dolgokat, ami lehet, hogy egyrészt nem is érdekli, másrészt viszont nekünk nagyon jó lehetőség, mert a technológiát látjuk, a szemléletet látjuk, és ezáltal nagyon sokat lehet tanulni, és ez egy nagyon jó dolog, hogy az idősebb tapasztalta borász generáció áldoz arra időt és akár pénzt is, hogy támogassa a fiatalabb feltörekvő tehetségeket. Úgy gondolom, hogy azért már ti hallgatók is meglehetősen jól beleláttok a szakmába. Mennyire fontos az innováció a borászatban, és mennyire van rá lehetőség manapság? Én úgy gondolom, hogy elengedhetetlen. Tehát ma már az, hogy tartsuk a lépést a nyugati borpiaccal, meg azzal az elvárással, amit egyébként a vásárlók folyamatosan is a termelők elé tesznek, ez elengedhetetlen. És úgy gondolom, hogy van lehetőség, csak megfelelő módon és megfelelő minőségben kell próbálkozni. Egerben vagyunk, azért mégiscsak nemrég vált hungarikummá az egri bikavér, és hát itt van az egri csillag is. Gyöngyösi hallgatóként van-e olyan bor, amit esetleg ki tudnál emelni népszerűsége, üdessége, bármilyen szempontrendszer szerint? Mikor ide kerültem még annak idején pár éve, nekem elég ismeretlen fogalom volt a bikavér, a csillag meg még jobban. Viszont ahogy egyre többet jártunk át mi is Egerbe, és egyre több borászon keresztül ismertem meg azt a filozófiát, hogy na most akkor mi is a bikavér, meg mi is a csillag, egyébként nekem egyre jobban tetszik. A bikavér, ami hogyha választanom kéne egyébként a kettő közül, ami szerintem abszolút különlegesség, és pont tegnap voltunk, illetve egy ilyen borklubos alkalom keretében kóstoltunk csillagokat és bikavéreket, nagyon jó hangulatba telt, és nagyon jó tapasztalás volt. Még arra lennék kíváncsi, hogy tehát a Gyöngyösi kampuszon a HÖK-nek az alelnökeként is tevékenykedsz, jól mondom. Mi az, amit te személy szerint, illetve a HÖK mint intézmény tud tenni azért, hogy akár a borfogyasztás népszerűsítse? Vannak-e ilyen irányú törekvések egyáltalán? Hát alapvetően ez a borklub, ami talán ilyen irányú. Külön mi ezzel úgy nem tudom, tehát ilyen borfogyasztási dolgokkal nem szoktunk foglalkozni. Én azért tettem, és azért erőltettem annak idején is, bár ugye hallgatói önkormányzati tag voltam, hogy ez legyen külön a öntevékeny kör, és nem szervesen a HÖK-nek a része, mert így kicsit nagyobb a szabadság és más. Tehát így lehetőség van egy tagnak is akár kezdeményezni egy programszervezést, és nem biztos, hogy egyeztetni kell, és nem biztos, hogy függnie kell egy másik szervezettől. Úgyhogy alapvetően így. Tehát természetesen a HÖK nagyon sok rendezvényt támogat. Tehát nagyon sok olyan borklubos rendezvény van, hogyha esetleg messzebbre megyünk, majd most fogunk menni 2 hét múlva Erdélybe. Egy ilyen 2-3-4 pincészetet fogunk meglátogatni, ez egy 2 napos bortúra lesz. Ott például kapunk támogatást arra, hogy akár az utazást, vagy akár a szállást el tudjuk intézni. Tehát. Hogyha mondjuk előre tekintünk, csak mondjuk egy 10 évre, akkor hogyan tudod elképzelni magad? Te, mint Tóth Sándor borász, hol fogsz tartani? Milyen céljaid vannak? Azért hát az már nagy idő. Remélhetőleg lesz egy saját szőlőterületem, ami azért eltart egy családot, és nagyon szeretnék majd a kisfiammal, esetleg kislányommal a szőlőbe, ahogy ott bukdácsol, együtt dolgozni a szőlőn, és együtt művelni a szőlőterületet és bort készíteni. Természetesen nem várom el, hogy majd az utódaim is ezt csinálják, csak szeretném egy olyan borászat, vagy egy olyan lehetőség alapjait megteremteni, amit majd esetleg ők tudnak továbbvinni, ha ők úgy gondolják, ha nem, akkor marad a családni kéznél tovább. Nagyon jó ezt hallani. Sok sikert kívánok a jövőbeni terveidhez, és hát szeretettel gratulálok a mostani szép eredményhez. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Köszönöm a meghívást még egyszer.
Most pedig megyünk tovább. Egerben is kikötött a Moby Dick, no nem a híres bálnáról, hanem egy okos eszközöket felhasználó mobil konténerről van szó, mely tanteremként funkcionál. A Mobil Digitális Iskola Program országjáró roadshowjának 12. állomása volt az egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola. Egy teljes hétig vehettek részt a diákok az okos eszközökre épülő tanórákon. Látom az összes diákot, aki csatlakozott az órához, ez most szám szerint 3. Tabletekkel, érintőképernyős tévével, notebookkal dolgozhattak egy hétig a hunyadisok. A Moby Dick névre keresztelt utazó konténer az iskola udvarán várta a fiatalokat, akik egytől egyik szívesen próbálták ki az újszerű tanulási módszert. A mai nap volt a mi óránk, amikor egy biológia órát tartottunk, és nagyon élveztük, mindenki, akit megkérdeztem, utána élvezte, a többi osztályt is megkérdeztük, szerintük is nagyon izgalmas volt a játékok, meg sokkal az a rendhagyó tanítási mód könnyebben megtanítja azt az órai anyagot, ami órán nehezebb, több órányi tanulás után sikerül. És itt pedig egy óra alatt megértettem azt, amit tanulunk. Bár maga a tanterem új élmény volt a diákoknak, az eszközöket már ismerték, így nem okozott nehézséget azok használata. Igazából semmit sem volt nehéz kezelni, mert mindegyik digitálisan ment. És mondták mindig, hogy mit használjunk, és így nem volt nehéz. Meg volt a kedvenc feladat esetleg? Amikor a végén összegző játékot tartottunk. Fontos, hogy tudatos internethasználókká váljanak a mai fiatalok, hiszen a foglalkozások tapasztalata szerint a diákok 85%-a naponta minimum egyszer használja a világhálót, 10-ből 8 fiatal pedig egész nap elérhető online. Persze továbbra is vannak kivételek. Mobil internet az kilőve, mert az nincs. Telefonálni azt akkor telefonálok, amikor indulok hazafelé az iskolából, szólok anyának, hogy megyek, és Facebookra se olyan gyakran szoktam felnézni, így óránként esetleg. Az okos dobozt a Mobil Digitális Iskola program szervezői hozták el Egerbe. A tapasztaltak összegzésekor elhangzott, a magyar oktatásügy egyik kiemelt fejlesztési területe a digitális oktatás. Ennek feltétele a megfelelő internet hozzáférés és a megfelelő wifi az intézményben, mondta Sipos Imre miniszteri biztos, az Eszterházy Károly Egyetem oktatáskutató és fejlesztő intézetének főigazgatója. Hozzátette, azt is elkerülhetetlen a digitális fejlesztés ma az oktatásban, hiszen a most érettségiző diákok már a 21. század szülő. Az őket érettségiztető pedagógusok pedig még a 20. századé. Az oktatók képzésére is nagy szükség van a szakember szerint. Ez a doboz nyilván a jövő iskoláját jeleníti meg. A magyar köznevelés, magyar oktatás ugye egyik kiemelt fejlesztése a digitális fejlesztés. Ehhez nyilván eszközök kellenek, ehhez nyilván olyan tantermi környezet kell, ahol a gyerekek ezt a tudást el tudják sajátítani, és nyilván olyan tartalmak kellene, olyan fejlesztések kellenek, amelyek segítik a pedagógusokat. Ebből itt most egy ízelítőt láthattunk, ehhez rengeteg munkára és óriási feladatra van szükség ahhoz, hogy a pedagógusok a jelenlegi hagyományos taneszközökből olyan eszközöket kapjanak, amelyeket digitális formában tudnak használni, és ők maguk megtanulják ennek a használatát. Az okos konténerben számos területen oktatják a diákokat, pénzügyi ismeretekre, de töri, matek és magyar órán is részt vehettek. Elsősorban felső tagozatos és gimnazista tanulókat céloz meg a program. Nagyon topon vannak, csak az a kérdés, hogy miben. Tehát a kütyüt nem teszik le, a kütyüvel élnek, kelnek, fekszenek, de ez nem jelenti azt, hogy a kütyüt értelmes dolgokra is, már felnőtt szemmel nézve értelmes dolgokra is tudják használni. Tehát itt a cél az, hogy bár imádják a kütyüt, de hogy tanítsuk meg őket, hogy hogyan lehet ezt értelmes dolgokra használni, hogy lehet ezen keresztül tanulni, hogy lehet bevonni az oktatásba. A Moby Dick program a digitális oktatási stratégiának egy előszele, egy bemutatója. Ugye ezt a kormány tavaly október-novemberben fogadta el, és mit megpróbáltuk bemutatni, hogy ez a valóságban hogy néz ki. Tehát mind az eszközöket, mind a tananyagokat, mind a digitális módszertani pedagógiai módszertan, tehát egy komplex egész képet, és ezt visszük el az iskolákba, a tanárokhoz, a diákokhoz, és mutatjuk meg, hogy ez hogy is néz neki a jövőben. A Moby Dick program összesen 6000 gyermeket ér el, és 1000 pedagógust 15 állomása során. Állat az irodalomban, ezzel a témával foglalkozott az a tanácskozás, melyet az Irodalomtudományi Tanszékkel közösen szervezett a Fiatalírók Szövetsége a Líceumban. A Fiatalírók 10. alkalommal tartottak konferenciát az Eszterházy Károly Egyetemen.
Az irodalomtudományi tanszék társszervezésében létrejött kétnapos rendezvény érdekes témát járt körbe. Hogyan jelenik meg az állat az irodalmi szövegekben? Az állat a valós ábrázolás mellett metaforaként, szimbólumként vagy allegóriaként már a kezdetektől jelen van az irodalomban, a népmeséktől, mondáktól, eposzoktól kezdve a kortárs irodalomig. Dr. Bednanics Gábor, az irodalomtudományi tanszék főiskolai tanára úgy fogalmazott: a nemzetközi kutatásokban, a társadalomtudományokban, humántudományokban erőteljesen foglalkoznak a témával, épp ezért az irodalomtudomány is érdeklődéssel tekint a kérdésre, emiatt szervezték most az állat témaköré a konferenciát. Milyen szándék hívta életre ezt a mostani konferenciát? Ez a konferencia a Fiatal Írók Szövetségével immár a 10. konferenciája a Magyar Irodalomtudományi Tanszéknek, és igazából a nemzetközi kutatások nagyon erőteljesen fordulnak mostanában az állat kérdése felé, és ez a társadalomtudományokban, humántudományokban is megjelenik, így az irodalomtudomány is érdeklődéssel forul felé. Úgyhogy ezért döntöttünk amellett, hogy az állat lesz a témánk középpontjában. De az előadások milyen megközelítésből veszik elő ezt a témát majd? Alapjában véve változatosan. Van, aki a kultúratudomány felől, van, aki a szűkebb értelemben ment irodalomtudomány felől, van, aki az antikvitásból, klasszika filológiából kibontakozva építi fel az előadását. Tehát, hogy egy irodalomból kiinduló, de alapjában véve széles körűen átgondolt és körültekintő előadásokra számítunk. Mennyire kell szó szerint érteni, és mennyire lehet jelképesen érteni az állatot? Mindkét előfordulás megvan. Van, amikor konkrét állatokkal találkozunk az irodalomban, hát ez már több évszázados, több évezredes kérdése az irodalommal való foglalatosságnak. Van, amikor az állat valamit jelent valóban, akár szimbolikusan, akár allegorikusan, akár metaforikusan, vagy az állatot is különböző egyéb metaforákban jelenítik meg az irodalomban. A klasszikus irodalomban nagyon sokszor, ahogy ön is mondta, előfordult már a mitológiában is. A kortárs írók mennyire szeretnek ez a témához nyúlni? Kortárs íróról is lesz szó, több előadás is fog szólni Óra Vecímre, nem is költészetéről, de regényeiről és az ő regényeiben szereplő állatfigurákról. Tehát lesz erre is példa az elkövetkezendő napokban. Dr. Kuspel Judit főiskolai docens egy Ambrus Zoltán és egy Gárdonyi novella kapcsán különös ábrázolási jelenséget vizsgált. Mit jelent az állat akkor, amikor elfogyasztjuk? Óriási merítési lehetőségünk van. Ha csak a mesékből indulunk ki, már akkor is láthatjuk, hogy az állat, mint metafora megjelenik. Az állat, mint átlényegülési lehetőség, később ugye, mint szimbólum is jelen van rengeteg műben. Mesékben, mondákban, eposzokban, és később majd a 19. századtól novellákban, regényekben. Én most éppen két előző századfordulós művet választottam, egy Gárdonyi és egy Ambrus Zoltán novellát, ahol hát egy igen különös ábrázolási lehetőséget kezdtem el vizsgálni, méghozzá azt, hogy mit jelent az állat akkor, amikor elfogyasztjuk. Amikor a felfalatásról és a felfalásról van szó, természetesen ez összekapcsolódik valamiféle áldozattal, de nagyon sok esetben erőszakkal, brutalitással, és az az igazság, hogy sokszor még a férfi-nő kapcsolat is megjelenik egy ilyen viszonyban, amikor saját testünk részévé tesszük az állati testet. Ez csak a Gárdonyi novellára egy pár mondatban, hogy nála ez hogy jelenik meg? Ez Gárdonyinak az Állat az emberben című novellája, ahol egy baka egy konyhába záródik, a szeretője bezárja egy konyhába, méghozzá egy kis csirkével együtt. És ez a kis csirke csipog körülötte egész nap, miközben a baka természetesen egyre éhesebb lesz. És az ő párbeszédükkel találkozunk ebben a novellában, mert hát a kis csirke is válaszol a bakának, hogyan zajlik ez a kapcsolat közöttük, és lassan ez a kis csirke átlényegül valami mássá, metaforikusan magává a lányá is átlényegül, illetve azt hiszem ezzel nem árulok el meglepetést, a mű végén eleséggé válik,
és éppen az lesz izgalmas, hogy hogyan jutunk el idáig, és eleség voltában, táplálék voltában mi mindent hordoz magában ez a kis csirke. Nagyon izgalmas műve ez Gárdonyinak. Sokszor említettem már, hogy Gárdonyira nem mint egy könyves szerzőre kell tekinteni, és kifejezetten érdekesnek, és kifejezetten modernnek tartom a kis epikáját, a novelláit, és ez az Állat az emberben című nagyon első olvasása, nagyon egyszerűnek tűnő kis szöveg rengeteg metaforikus lehetőséget rejt. A konferencia két napján közel 20 előadás hangzott el. Félelem és befolyásolhatóság elsősorban ezt használja ki a sokak által már ismert kékbána internetes mozgalom. Ennek veszélyeiről és a megelőzésről hangzott el előadás az Eszterházy Károly Egyetemen. Cél az az volt, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban nagy média figyelmet elnyert kékbálnás jelenség, az mondjuk mint hír hogyan terjedt, milyen objektivitás ellenére szorítkozhatunk, illetve mint szakember, vagy tanár, szülő, tehát aki kapcsolatban vagyunk ifjúsággal, fiatalokkal, milyen megoldási módokra támaszkodhatunk, illetve ez, mint jelenség, milyen egyéb témákhoz vihet el minket, mint például a személyes adatok védelme, a személyek védelme online térben, és ezen belül pedig olyan korosztályos sajátosságok, amik a kamaszokra, a tinédzserekre jellemzőek, hogyan erősíthetnek fel egyéb hatásokat, hogyan oszthat meg magáról többet, mint amennyi mondjuk az offline életét egyáltalán nem befolyásolja. Intézkedéseket nagyon nehéz megfogalmazni, tehát hogy ezt listaszerűen elmondani, hogy pontosan miket tehetünk, nagyon nehéz, ugyanakkor mint hálózat, mint tartalom megosztók, felelősséggel vagyunk arra, hogy milyen utakat hagyunk például egy hír terjedésének, milyen utakat hagyunk egy hír módosulásának, illetve az, ami úgy a környezetünkben történik, mennyire tesz minket fogékonyá arra, hogy figyeljünk olyan problémákról, mint az internetes zaklatás, vagy esetleg egy ilyen szuicid hajlamokat felerősítő csoportnak a térnyerése. Az egyetemen szervezték meg a 25. Kárpát-medencei Teleki Pál földrajz földtanversenyt. Hetedikesek és nyolcadikosok versengtek határon innen és túlról a három napos megmérettetésen. Én most a hétvégén igyekszem meg kikapcsolódni, ezzel szemben önök három napos megmérettetés előtt áll, megmérhetnek. Egyetemünkön idén 25. alkalommal a Teleki Pál földrajzversenyre számos diák érkezett határon innen és túlról. Ez egy háromnapos versengés, aminek az az előélete, hogy iskolai, megyei verseny előzi meg az országos döntőt, és a megyei versenyek első helyezettjei szerzik meg a jogot az itt létre. A három nap alatt, az első napon rögtön egy írásbeli fordulóval kezdődik az ő versenyük. Egy másfél órás, nagyon kemény, nagyon mély tárgyi tudást, mondjam így, hogy szakmai tudást igénylő feladatsorról van szó, de a tapasztalataink szerint és az elmúlt évek eredményei szerint ez csak minket felnőtteket szokott meglepni, a versenyzőket annál kevésbé. Jól fogtok emlékezni, és bízom... Versenyszervezői fontosnak tartották, hogy minden diák egyenlően induljon, függetlenül hovatartozásuktól.
60 fő a három versenyre külhoni magyarok sorából kerül ki, 60 diák, és természetesen a hozzátartozó felkészítő tanárok, akiknek ezúton is nagy köszönetben nélkülök, ilyen dolgok nem jöhetnének létre. Nagyon lényeges elem, hogy senki nem érezheti magát hátrányos helyzetben, pusztán azért, mert másik ország területére jött, ahol más a tananyag. Úgy próbáltuk hosszasan előkészíteni ezt a teleki versenyt is, és a másik kettőt is, hogy valahol az egyenrangúság és az egyenlő esélyek elve követhető legyen. A háromnapos programsorozaton az írásbeli, szóbeli és terepgyakorlatok mellett egésznapos program is várta az Egerbe érkezett versenyzőket. Szemeszterzáró futóversenyen és pikniken hangolódhattak a fél év közelettére a hallgatók. Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és a Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet sportos eseményén 6 kilométert futhattak a vállalkozókedvűek, majd finom falatok felettették a megpróbáltatásokat. Első alkalommal szervezett futóverseny az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és a Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet összekötve egy közös piknikkel a kutatóintézet telephelyén, ahová a légcongarás tagjai biztosították a kijutást a résztvevők számára. A verseny a légcong bejárat elől tartott el, az indulók a város különböző pontjain keresztül futottak át. A végső emelkedőnél, ahol végig sütött ránk a nap, az volt a holdpont. Hát, hogyha még lesz idén rendezvény, de nem hiszem, hogy lesz, arra eljönnék. Én nagyon jól éreztem magam, és szerintem a elkövetkezendő versenyeken is fogok majd indulni. Én is nagyon jól éreztem magam. Igazából teljes mértékben egy ilyen kis laza futásnak fogtam fel. Jó társaságban, jó időben, úgyhogy tényleg tökre élveztem az egészet. A Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet megkereste a Hallgatói Önkormányzatot, hogy szeretnék, hogy valamilyen programot szervezzünk ide a telephelyükre, hogy a hallgatóink megismerjék a kutatóintézetnek a borait, illetve ezt a gyönyörű helyszínt, ahol itt vagyunk. Ugye láthatjuk a háttérben, hogy van egy gyönyörű, szép fákkal teli parkunk, és ami minden feltételt megad ahhoz, hogy itt nagyon jó kültéri programokat rendezhessünk. A futóversenynek ugye ez a helyszín volt a célja, ide érkeztek be a futóink, és amint beértek, ugye a kutatóintézet borral jutalmazott minket, amiért hoztunk ide hallgatókat, és egy programot szerveztünk ide. Amit ugye most a háttérben is látszik, hogy a hallgatók most már futóverseny után fogyasztanak, és a bográcsozás pedig éppen folyamatban van, hozzuk hozzá a hozzávalókat, és készítjük a finom ételt. Jókedvű, barátságos hangulatban mozognak le a megadott távot. Az elsőnek került megrendezés ez a rendezvény, és ennek az az apropója, hogy eddig ez a kutatóintézeti telephely, ez nem Egerhez tartozott, hanem Gyöngyöshöz, csak ugyanel hozzánk csatolták, integrálták az intézményt. Így most az a cél az itteni szervezőknek, hogy minél több hallgató megismerkedjen magával a telephelyjel, illetve az intézmény boraival. Úgyhogy szeretnénk a jövőben is ezt folytatni. Ősszel készülünk egy szüreti mulatságokkal, illetve megismerkedhetnek majd a hallgatók a szüretelés folyamatával, úgyhogy remélhetőleg ez egy bejáratott helyszín lesz a jövőben. A versenyzők a célba érés követően nem csak okevel kaptak, hanem az Egyetemi Kutatóintézet borét is megízlelhették. Nagyon jól érzem magam, nagyon jó a hangulat, és szerencsére a rossz idősek szegte el senkinek a kedvét. Az eső elkerült minket, és örülök, hogy megismerhetem a kutatóközpontnak a borait, illetve a híres topogót, amit most főznek először, és már nagyon kíváncsi vagyok az ízére is. És ajánlom mindenkinek, hogy a jövő évben, hogyha megrendezésre kerül ez ugyanúgy ez a rendezvény, akkor jöjjenek el, és ők is nagyon jól fogják magukat érezni. Emellett szervezők által készített slambucból is fogyaszthattak. A főzés az első pillanattól kezdve jó hangulatban telt, mindenki kivette a részét a feladatokból, úgy mint fahasogatás, zöldségpucolás, és természetesen a legfontosabb dolog maga a tűzgyújtás. Főzzük a topogót, ami tudni kell illik, hogy mi mezőtúriak vagyunk. Közben meg is kavarom. Ez nálunk egy ilyen hagyományos étel. Leginkább a
krumplis tésztához hasonlít, csak nem olyan ízű, hanem sokkal finomabb. Olivér, ezután milyen folyamat jön majd? Lassan megdísztelődik a hagyma, beletesszük a krumplit, vizek, amíg megpuhul a krumpli, addig nem tesszük hozzá a tésztát, majd utána ízesítjük, igen. És mikor tesszük hozzá a tésztát? Ezt te tudod, mindig te szólsz. A felforra a víz, és megpuhul a krumpli, akkor hozzárakjuk a tésztát. Ez egy 5-10 perc, amíg a tészta is megfő, és utána még kicsit felrottyantjuk, és kész is van az étel. Igen. Családias környezetben telt a program, a szervezők és a részvevők is bíznak benne, hogy ez a rendezvény is hagyománnyá válik az egyetem életében. Ennyi fért aktuális Eszterházi körképünkbe, bízom benne, hogy önök is tudtak csemmegézni a témaválasztékból, és legközelebb is velünk tartanak majd. További szép napot kívánok önöknek minden kollégám nevében, viszontlátásra!